Maga a könyv az emberi gondolkodásmód két alapvető rendszerét mutatja be, egyrészt a gyors, intuitív érzelmi alapú gondolkodási rendszert, valamint a lassabb, tudatosabb, logikusabb gondolkodási rendszert, és a könyvben igazából ilyen pszichológiai kísérletek keresztül mutatják be, hogy az emberi gondolkodásmódra milyen mértékben hat a gyors gondolkodás. Alapvetően én nagyon szeretem az olyan típusú könyveket, amelyeknél vannak olyan momentumok az olvasás közben, amikor az ember kicsit megáll, feleszmél, és szeretné azt hinni, hogy egy kicsit máshogy látja onnantól a világot. És ez nem is tart egyébként kifejezetten sokáig, vagy elhagyja az ember azt az adott tanulságot, de mégis megvoltak a könyvben ezek a pillanatok, és ez számomra egy ilyen könyv volt. Alapvetően a két gondolkodási rendszer közötti különbségek megértésével szerintem egészen máshogy tudunk az életben és a munkában is a problémákhoz hozzáállni. Ha ezeket jobban meg tudjuk érteni, akkor a megoldáshoz is közelebb kerülünk, és én azt éreztem, hogy az életem számos területén tudtam ezt alkalmazni. Alapvetően ugye rengeteg projekten dolgozunk, és azért ezeket szoros határidővel próbáljuk meg teljesíteni, és ilyenkor hajlamosak vagyunk egy-egy begyakorolt struktúrát használni, és ritkán térünk el ettől, viszont a könyv segített abba, hogy hátralépjek ettől, és megpróbáljam először úgy megvizsgálni a problémát, mint először találkoznék vele. Azoknak, akik szeretik az olyan könyveket, amelyekben nem feltétlenül arról van szó, hogy egy hét alatt végig lehet rajta érni, hanem vannak olyan fejezetek, amiket kifejezetten szeret újra és újra elővenni különböző életszakaszokban, szituációkban, és azok, akik egy kicsit máshogy szeretnének gondolkodni arról, hogy hogyan gondolkodunk. Amikor a könyv végére értem, kicsit elszomorított az a gondolat, hogy általam tudatosnak vélt döntések valójában mennyire intuíción alapulnak, és ezáltal mégsem vagyok annyira a gondolkodásom felett, mint hittem.